Sziasztok, borkönyvek, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! A mai videó a 2024-25-ös es TV-TBR lesz. Mint minden évszak elején, most is összegyűjtöttem öt könyvet, amit szeretnék majd olvasni az adott évszakban, jelenleg ugye télen. És ezek a TBR-listák egyébként most neben eléggé el vannak csúszva nálam nem nagyon teljesítem őket, bár azt vettem észre nyáron és ősszel, hogy azért most egy kicsit javulok, de például az elmúlt két évben nagyon elcsúsztak. Egyszerűen sose azt olvastam, amit kiszabtam magamnak, úgyhogy most tényleg öt olyan könyvet választottam, amit szeretnék télen megejteni, és valamilyen módon nagyjából biztos is, hogy megfogom. Nézzük meg! az első, ha csak nem szakad rám az ég, tervezem olvasni még idén, december elején, és ez nem más, mint Stephanie garber a Spectacular, ami egy karavál külön kiadás, és ilyen karácsonyi külön kiadás igazából, tehát így karácsony idején játszódik a karavál világában, és ha jól tudom, ilyen összegyűjtött történetek vannak benne a karakterekről, imádom, imádom, erről biztos lesz külön videó, nagyon-nagyon szép egyébként a könyv, először is csodaszép csillogó stíli borítója van, elől hátul piros jelfestést kapott, és uh, ide be lehet egyébként a nevedet, ott vagy a könyv tulajdonosa, és tele van gyönyörű, tehát tényleg gyönyörű illusztrációkkal, és nagyon szép ez a könyv, de ugye de van illusztrációkkal, vékony is, és nagybetűvel van írva, szóval ez tényleg egy gyors olvasmány lesz, majd tél elején tervezem olvasni, a legjobb azonnal közben esne a hó, de erre Kb. sosincs esély. Ezt a könyvet úgy vártam, nem tudom, nem tudom mihez hasonlít, hogy mennyire vártam konkrétan. Az egyik legjobb barátnőm, Anikó, aki már volt a videóm most a csatornán, ő is olvasta az első részét, és imádta, és ilyen kedvenc lett neki is, mint nekem is, amit úgy érzek, hogy eléggé népszerűtlen vélemény, mert más videósok is felvették ezt a könyvet már a kezükbe tavaly is, meg idén is, és akit ismerek, mindenki félbehagyta. Tehát, hogy úgy érzem, hogy ez csak nekem talált be eddig így videós körben, de lehet tévedek. Nem. De megjelent a második rész, és én ezt előrendeltem, és úgy vártam, te jóságoség, oké, okay, nem húzom tovább, ez J. Christoph, a The Empire of the Dead, azaz Holt ami a Vámpirodalom második része. Annyira vártam ezt a könyvet, nem hiszem, hogy idén el fogom olvasni, mert decemberre elég sok tervem van, de egyébként ki tudja. Viszont mindenképpen szeretném még télen, ez egy hatalmas könyv, akár csak az első rész, pontosabban, talán van nagyon szép illusztrációk, ez is, csak nem fogom mutatni, mert spoileres. Ez majdnem 800 oldal, 786, és uh, ahogy látom, dj sokan sokan a hátulján, meg TikTok szenzáció, meg minden. És én Jay az írását imádom. Az első rész kedvencem lett, úgyhogy őt nagyon szeretném olvasni. Van egy könyv, amit már százszor mondtam a csatornán, hogy akarok majd olvasni télen, mert ezt még február körül kaptam Tomitól, és azóta akarom olvasni, viszont direkt hagytam meg télre, mert benne van a címében, hogy tél, szóval gondolom csak erre az éjszakra való, és ez nem más, mint a tél jegyesei, Christel Debostól, és ez a könyv elképesztően fel volt kapva évekkel ezelőtt, tényleg mindenhol lesz láttam egy ilyen jó öt éve, nem is tudom már egyébként, de rengeteget láttam, annyira, hogy már a végén nem volt kedvem olvasni, pedig jó sok része megjelent nem magyarul, talán az összes is, nem tudom, de ez egy fantasy sorozat, ami olyan világban játszódik, ahol, ha jól tudom, igen, kommunikálni tudnak a tárgyakkal az emberek, meg lelkükben a tárgyaknak, és itt követjük Ophéliát, aki nagyon különleges, mert át tud járni, át tud menni a tükrökön, ezért gondolom tükörjáró sorozat a címe, és ő fogják hozzáadni egy nagyon mogolva és nem túl jó hírnevű férfihez, Thornhoz, és erre szól a történet. Jó sok része van egyébként, és Hát, egész nevetük kell van írva, de őt egyébként még december körül tervezem olvasni. Már tényleg nagyon-nagyon vártam rá, és erre tartogattam, úgyhogy lassan ő is következik. A következő ezen a listán az Catherine Locktól a Lázadó Szívek, így néz ki a kötet, amit teljesen méltlenszerűen kaptam egyébként a Colibri kiadótól, nem kértem, csak úgy elküldték, viszont nagyon jól hangzik, és ez egy, hát ha jól látom, ifjúsági történet, mert ugye a polvosozatnak a része, viszont történelmi, és engem az nagyon érdekel. Ráadásul Magyarországon játszik, és magyar az írója. What most ő magyar vagy nem magyar? Mert Catherine Laknak hívják és ezt, addig azt hittem, hogy álnév. Lehet, hogy az, viszont Philadelphia-ban él. És egy Sidney Taylor díjas írónőről van szó. De valamiért, ide fogom írni, hogy magyar -e vagy nem, valamiért ezt a magyar közösséget választotta témájának ebben a könyvben, az 1956-os folyam idején járunk, és itt van egy lány, aki igazából menekülni próbál, és akkor vannak benne mágikus szálak. Hát ez nagyon jó elképzelés szerintem, és nagyon keveset olvastam magyar történelmi regényt, szerintem szinte semmit, úgyhogy ő egy tök jó választás szerintem. Miért fáj a nyelvem? Úgy érzem a nyelvem, mert mint ha ettem volna, nem tudom, egy doboz kivit, vagy legalább két teljesen ezt, és nem tudom mitől, mert nem tettem. Na mindegy. A következő könyvre szintén elképesztően kíváncsi vagyok, ez Monokia Black goose a sárkány lehelet, ami egy fantasy könyv, ami ráadásul Lotus Star díjas volt idén, és Nebula díjas is volt idén. Ez a egy olyan világban játszódik, ahol a szigeten, ami konkrétan Park szigete, ott sárkányok éltek, de már nem, viszont az egyik ott élő fiú talál egy tojást, egy sárkány tojást, ami ki kell, és a sárkány őt választásának úgyhogy mindenkiben újra felcsillan a remény, viszont ugye nem, nem, lehet akár kis sárkánylovas, és ezt nagyon szigorúan megszabják, hogy mennie kell egy akadémiába ennek a fiúnak. Fiú? Azt hiszem, hogy fiú a fő karakterünk. Lehet, hogy nem nem tudom, valamiért azt szeretem, hogy fiú, de lehet, hogy csak azért, mert olyan Eragon hasonmást veszek itt észre, nem tudom, na mindegy. Szóval, hogy a fő karakterünk nagyon kilógos sorban az, az akadémián, viszont elégébe kell éleszkednie, mert ha nem felel meg az előírásoknak, megölik a sárkányát. Úgyhogy először a történet, egyébként a szerzőnő, az mindjárt mondom, Szikong Vamponag törzsnek a tagja, az egy ilyen indián törzs Amerikában, ami nagyon menő, úgyhogy reménykedek ebben a könyvben, hogy jó lesz. Ezeket szeretném én elolvasni idén télen, elég rövid videó volt ez, de átvezek a TBR listáknál, ami rövidek, Úgyhogy ezek a terveim. Szóval január nagyon izg lesz ebből az egész szempontból, mert már nagyon régóta tervezek nektek valamit, ami pedig az, hogy egész januárban TBR promptok alapján fogok olvasni. Tehát, hogy ki fogok húzni, már egy bögrébe összeértem, vagy 50 ilyen pontot, hogy mit tudom én, borítós könyv, egy könyv, tavaly vettél, egy friss megjelenés, így, 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 és akkor uh, igazából ezekből fogok húzni, és ezek alapján fogok válaszni. könyvet, úgyhogy hogy január egy ilyen vlog -szerű videó lesz, majd meglátjuk, és ez lett volna a Téli a listám, ha bármelyiket akarjátok olvasni, vagy olvastátok már, írjátok le kommentbe, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!